Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Húsvét. Népszokásokkal ünnepelték Krisztus feltámadását Tolna megye szerte. Halálos baleset. Egy férfi halt meg Nagydorog közelében húsvét hétfőn. Ellenőrzés és ajándék. Csoki nyuszit kaptak a rendőrségtől az autósok. Gyűjtés. Helyi rászorulóknak segítettek Paks 2 dolgozói. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Rengeteg népszokás kapcsolódik a húsvéthoz, amiket rendre fel is elevenítenek Tolna megye szerte. Van, ahol az ételszentelés régi hagyományát élesztették újra néhány éve, máshol a hölgyek locsolásának van komoly múltja a település életében. Atyának, fiúnak, Szentléleknek áldása, szálljon le ezekre az eledelekre, és maradjon is rajtuk mindenkor. Ételekkel teli kosarakat szentelt meg a helyi plébános szombaton a Kismányoki Székelyház udvarán. A húsvéti ételszentelést több száz éven keresztül a magyar, a német és a székely lakta települések is minden húsvétkor megtartották. A kismányoki ételszentelésre idén 20 településről érkeztek vendégek. A bukovinai székelyek körében ez a népszokás régen az év egyik kiemelt eseményének számított. A népszokások egyébként régen is és ma is kicsit az egyházi ünnepek köré is rendeződtek. Így van ez a húsvéti népszokások esetében is. Húsvét hajnalban, a hajnali mise után volt annak idején az ételszentelés, és a megszentelt ételekből fogyasztott először a család húsvét reggel. Szekszárdon vasárnap a Szent István házban húsvéti evangelizációs napot tartottak. A kibővített istentiszteleten a szekszárdi, a faddi, a bogyiszlói és a decsi baptista gyülekezetek tagjai és városi környékbeli vendégek vettek részt, hogy közösen ünnepeljék a húsvéti örömhírt. Épp eléggé beborultnak kezd lenni az egész életünk, a világunk. Egyre nagyobb a sötétség, gond, baj, terheltség, fáradtság, veszedelem, félelem gyötri az embereket. Ez a fő üzenet ma, hogy átállni a vesztes oldaláról a győztes oldalára. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, aki tulajdon fiát sem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Áldotta te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Tolnán néhány éve rendeztek először Emmaus járást. A húsvét hétfői szokás azt a bibliai történetet eleveníti meg, amikor a feltámadt Jézus megjelenik az Emmaus felé tartó tanítványainak. A tanítványok először nem ismerik őt föl, elbeszélgetnek vele, majd Emmausba érve vacsorára hívják, ahol felnyílik a szemük, és rádöbbennek, hogy Jézus végig velük volt. Bátaszéken húsvét hétfőn, két éves szünet után elevenítették fel újra a lányok meglocsolásának hagyományát a helyi felvidéki néptánc egyesület tagjai. A felvidéki népviseletben vagyunk, tehát azért belevittük a rendezvénybe a felvidéki vonulatot, de maga a locsolás, illetve ugye a zenekar sem kimondottan felvidéki muzsikát szolgáltat. Itt most a jókedv, a hangulat és a locsolásnak az élménye az, ami elsődleges szempont. A lányok meglocsolása egyébként még mindig több településen élő hagyomány. Van, ahol ilyenkor lovaskocsikon járják végig a lányos házakat a településen élő férfiak. Halálos baleset történt húsvét hétfőn a 63-as úton Nagydorog közelében. Egy terepjárót vezető sofőr hajtott az út melletti árokba. Hogy miért tért le az útról, egyelőre nem lehet tudni. A kocsi felborult, az orrára bukott. A benne ülő férfi a helyszínen meghalt. A helyszíni intézkedés során megállapítást nyert, hogy a jármű vezetője a biztonsági övét nem használta, ami valószínűleg megmenthette volna az életét. Továbbra is felhívjuk minden járművezető figyelmét arra, hogy körültekintően is figyelmesen közlekedjenek az utakon, és a biztonsági övüket mindenki használja. Csoki nyuszit kaptak a rendőrségtől a szabályosan közlekedő sofőrök húsvét hétfőn. Az egyenruhások a nap során 94 autós ellenőriztek. Ittas vagy bódult állapot egyetlen esetben sem merült fel, kisebb-nagyobb hiányosságokat viszont bőven találtak.
Negatívat jelzett az alkoholszonda, és a papírjai is rendben voltak ennek a sofőrnek. A fiaival együtt volt locsolni húsvét hétfőn, ekkor igazoltatták. Mivel a rendőrök mindent szabályosnak találtak náluk, csoki nyuszit kaptak. Én örülök neki, hogy van ilyen program, és gondolom, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy ilyenkor is érdemes alkoholmentesen szabályokat betartani. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai hétfőn reggeltől kora estig a megye több pontján ellenőrizték az autósokat. Elsősorban az ittas vezetőket akarták kiszűrni, de azok, akik szabályosan közlekedtek, ajándékot kaptak. Nem csak a járművezetők, hanem a velük együtt utazó kisgyermekek is ajándékban részesülnek a mai napon. Azonban akiknél természetesen jogsértéseket észlelnek, azokkal szemben az eljárást megindítják kollégáim. És bizony bőven kellett intézkedniük a rendőröknek, összesen 94 autóst ellenőriztek. Ittas vagy boldult állapot egyetlen sofőrnél sem merült fel, 20 esetben viszont kisebb-nagyobb hiányosságokat találtak, a legtöbb alkalommal gyorshajtás miatt kellett intézkedniük. Szeptembertől a kötelező védőoltások közé kerül a bárányhimlő elleni oltás, jelentette be Horváth Ildikó, egészségügyért felelős államtitkár. 13-16 hónapos korban kapják meg a gyermekek a védőoltást, amire 1,3 milliárd forint költségvetési forrás jut. A teljes védettséghez két oltásra van szükség. Az egészségügyért felelős államtitkár úgy fogalmazott, hogy a 20. században indult hazai immunizációs programnak köszönhetően Magyarország biztonságos szigetté vált Európában. A magyar védőoltási rend példaértékű, amire az állam évente 10 milliárd forintot költ. Székely emlékparkot avattak Kisdorogon. Az eredendően szakrális megszentelt térre egy helyi alkotó, Ferenc István fafaragó alkotásait helyezték el. Csibi Krisztina, a Magyarság háza igazgatója azt mondta, Kisdorog példát mutatott egész Magyarországnak az ott élő népcsoportok békés egymás mellett élését tekintve. A Kisdorogi Német Egyesület énekkara énekelt a Székely Emlékpark megnyitóján. Ez is jelezte, a településen élő három népcsoport közösséget alkotva védi közös értékeit. Mindez mintaértékű, mondta Csibi Krisztina, a Magyarság háza igazgatója, aki arról is szólt, ezzel az emlékparkkal azt szimbolizálják, hogy a bukovinai székelyek otthonra találtak. Nekünk kisdorogiaknak a legfontosabb ez a mai nap. Most már nagyjából egy éve, több mint egy éve készül ez a kis emlékhely. Korábban is, 1945 előtt is egy szakrális tér volt, jelzi ezt egy régi kereszt, úgyhogy egy ilyen kiemelkedő helyen kapott helyet, és lesz felszentelt föld ismét újabb tárgyegyüttesekkel Kisdorogon ez a kis térség. Úgyhogy én azt hiszem, hogy minden évben húsvét másnapján itt leszünk, és megemlékezünk erről. Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke azt mondta, a népcsoport egésze számára fontos minden hasonló avató ünnepség, mellyel az őseikre emlékezhetnek. Fontos ez rész számunkra, főleg az, hogy át tudjuk adni, meg tudjuk mutatni a fiataljaink számára, és minden ilyen emlék, oszlop vagy székelykapu emlékeztessen mindenkit arra, hogy a székelység komoly hagyományokat őriz, amelyet mindig bízom benne hosszú éveken keresztül meg tud őrizni és át tud adni. Erős Boldi Zsárni, a Kisdorogi Székely Nagyományőrző Egyesület elnöke arról beszélt, 2017 óta folytak az előkészületek a park felállítására. A emléktárgyak elkészítésével egy helyi fafaragót, Ferenc Istvánt bízták meg. A továbbiakban, még ha sikerül pályázni, akkor az öt székely falunak is még egy-egy kopjafát szeretnénk emlékül állítani. A park létrejöttéhez a területet az önkormányzat biztosította, míg a szükséges anyagi forrásokat a Bethlen Gábor Alapítvány pályázata fedezte. Április 15-én nyitotta meg kapuját a 11. Atom Expo az oroszországi Szocsiban. A nukleáris szakma legnagyobb nemzetközi eseményén a kiállító partnercégekkel köthető kapcsolatokon túl az atomenergetikában érintett felek tartottak kerekasztal beszélgetéseket. A rendezvényen paksi szakemberek is felszólaltak, sőt a második Atom Expo Awards egyik díját az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vehette át az alkotó energia pályázata kapcsán. A nukleáris technológia egy jobb életért kulcsmondattal indították útjára a 11. Atom Expo-t Szocsiban. A rendezvény tematikáját a fenntartható fejlődés köré szervezték.
A megfelelő energiakosár kialakítása fontos a jövő érdekében, emelte ki Kovács Pál államtitkár. Mindenki azon gondolkozik, és az egész világ erre törekszik, hogy olyan energiakosarat rakjunk össze, amiben az atomenergia és a megújuló energiaforrások mind az ellátás biztonságát, mind a zöld, úgymond széndioxid kibocsátás mentes energiaellátást tudják biztosítani. Az atomerőművek a fenntartható fejlődésben kiemelt jelentőséggel bírnak. Paks 2 beruházás munkálatai egyre élénkebb szakaszba kerülnek, a Rosszatom folyamatosan szállítja le azokat a terveket, amelyek a létesítési engedély elkészítéséhez szükségesek, hangsúlyozta az államtitkár. A rendezvény alatt számos szerződés került megkötésre, többek között a TEIT és az orosz társszervezet közötti megállapodást is megerősítették. Ez a szerződés igazándiból egy határozatlan idejű szerződésnek a frissítése. Alapjaiban nem változtattuk ezt a szerződést, sem az orosz fél, sem a magyar fél. Kiegészítésre került az, hogy a GMF szervezetben, a nemzetközi szervezetben szeretnénk őket delegálni. A fenntartható városfejlesztés a nukleáris létesítmények körül kiemelt témaként szerepelt azon a kerekasztal beszélgetésen, ahol Romhányi Károly Gerjen polgármestere is bemutathatta településük fejlesztési stratégiáját és eddig elért eredményeiket. Többek között elmondtam, hogy nagyon fontos volt, hogy alapvetően az egészségügyel kapcsolatos fejlesztéseink, az oktatásban, a sportban, egyéb közérzetjavító fejlesztések, közmegelégedésre szolgáló fejlesztések, és hát nyilván ezeknek az indokoltsága is mind-mind egyesével megállják a helyüket a mai napig. A polgármester kiemelte, a fejlesztéseket úgy kell megvalósítani, hogy az a már ott élők számára is elfogadható legyen, de a lakosságszám emelkedését is eredményezze. Romhányi Károlyt örömmel töltötte el, hogy az elmúlt évben 27 fővel gyarapodott Gerjen lakossága. Az előadást követően a török és egyiptomi média érdeklődését is felkeltette a település sikere, tervei. A kétnapos nukleáris fórumra 74 országból érkeztek, és 3600 résztvevővel zárult. A Tolna megyei Balassa János kórház betegei után a paksi székhelyű Paks Kistérségi Szociális Központ családsegítő szolgálatának rászoruló ügyfelei számára szerveztek gyűjtést a Paks 2 Atomerőmű ZRT munkavállalói. A társaság budapesti és a négy paksi telephelyén zajlott a gyűjtés egy hónapon keresztül. Szociális és gyermekjóléti alapellátást nyújtanak a Paks Kistérségi Szociális Központ munkatársai. Az intézmény működési területén a paksi kistérségben több olyan család is él, amely rendszeres támogatásra szorul. Most nekik nyújtanak segítséget a Paks 2 Atomerőmű ZRT dolgozói. Több 100 000 forintot gyűjtött össze a cég kollektívája, a kommunikációs igazgatóság által koordinált akció zárásaként a befolyt összeget a központ vezetőjének adta át Mitler István szerdán. A cégvezetésünk is támogatta a kezdeményezést, a paksi családsegítő szolgálatra esett a kollégáimnak a választása. Gyakorlatilag egy hónapon keresztül voltak kihelyezve az urnák mind a paksi négy telephelyen, mind pedig a budapesti irodánkban. Nagy örömünkre szolgál, hogy jelentős pénzösszeget adományoztak a kollégáink. Borbás László intézményvezető megköszönve a Paks 2-es munkavállalók adományait elmondta, több rászoruló családnak komoly segítséget jelent a felajánlott összeg. 20-30 család az, aki részesülhet ebből a tényleg jelentős összegű adományból. Az átadásnál arra fókuszálunk, hogy azokat az élethelyzeteket mérlegeljük, és azoknak a megoldásához nyújtsunk segítséget, amelyre a szociális ellátórendszer a szigorú szabályozás miatt sajnos nem lát lehetőséget. Az adományok jelentős része valóban megtárgyasul, élelmiszeradományokról, olyan szolgáltatásokról beszélhetünk, amelyeket különben nem tudnának igénybe venni a családok. A Paks 2 ZRT korábban is szervezett jótékonysági akciókat. 2018. decemberében a Tolna megyei Balassa János kórház betegeinek vitt ajándékot a cég vezetése. A programok sora idén tovább folytatódik, a kommunikációs igazgató arról is tájékoztatott, hogy az idei első Paks 2-es véradás április 24-én délelőtt lesz Pakson, a Csengei Dénes Kulturális Központban. Át kell gondolni Szekszárd helyi járatos buszközlekedésének a rendszerét, mert tarthatatlan, hogy a költségvetésből minden évben 100 milliós nagyságrendben kell fizetni a szolgáltatásért. Ezt mondja Kővári László, a Város Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának elnöke. A statisztikák azt mutatják, hogy javarészt a kedvezménnyel és ingyen utazó tanulók és a nyugdíjasok veszik igénybe a buszokat.
felül kell mindenképpen vizsgálni, vagy a viteldíjat, de ebbe elsősorban nem szeretnénk, hanem valamilyen észszerűsítést bevezetni arra, hogy a városnak kisebb legyen a költsége, de ugyanakkor a színvonal az ne romoljon, hanem inkább javuljon. Ez úgy gondolom, hogy a közlekedésnek a felülvizsgálatával érhető el, amire egyébként már elindultak a kezdeményezések, és folynak különböző felmérések, hogy hogyan lehetne ezt jobbá tenni. Az idén 50 éves Kaláka együttes is fellép idén a Városi Retro Majálison. Az egész nap tartó programokkal a szervezők elsősorban a családokat akarják megszólítani. Tavaly is több ezren látogattak ki a szekszárdi Retro Majálisra. A Prometheus Parkban a gyerekeket ringlispél és különféle szabadtéri játékok, míg a felnőtteket csör és könnyű zenei programok csábították Szekszárd központjába. Idén is mozgalmas lesz a városban május 1-e. A család és a gyerekprogramok reggel 9 órakor kezdődnek. 15 órától az 50 éves Kaláka együttes fog koncertezni a Prometheus Parkban. 16 óra 30-tól pedig Badár Sándor a Duma Színház társulatának kiváló tagja műsorát láthatják. 17 óra 30-kor az UFO együttes, 19 óra Koroly és Ádám trió, aztán 20 óra 30-kor pedig DJ Náksi. De nem csak a Prometheus Parkban, hanem a Babics Mihály Kulturális Központban is egész nap várják majd a helyieket. A szervezők a rossz időjárásra is gondoltak, eső esetén minden programot a helyi kulturális központban tartanak meg. Regionális híreink következnek. Rosszabb mutatók, de jó közbiztonság. Beszámoló az egyenruhások munkájáról. Több dologra is figyelniük kell az adózóknak. Közel egy hónap az adóbevallásig. Érik az eper. A szokásosnál 2 héttel korábban kerülhet a boltokba. Beszámolt a rendőrség és a tűzoltóság a tavalyi évi tevékenységéről, a Pécsen végzett munkájukról, a város képviselőtestülete előtt csütörtökön. De a polgárőrség is beszámolót tartott a Pécsi Városházán. A közgyűlés pályázatokról, személyi kérdésekről is döntött csütörtöki ülésén. A mutatók egy picit romlottak, de összességében jónak mondható Pécs közbiztonsági helyzete, mondta a város polgármestere csütörtökön a közgyűlésen. A rendőrség, a tűzoltóság és a polgárőrség számolt be tavalyi munkájáról a képviselőtestület előtt, ezután nyilatkozott Páva Zsolt. Vannak olyan irritáló helyzetek, amik a szubjektív biztonságérzetként szoktak ilyen módon erről nyilatkozni, amik lehet, hogy csak adott kisebb körzetben vannak jelen, tehát a város egészét nem jellemzik, de azt a körzetet, azt a környéket jelentősen zavarja az adott tevékenység, például ugye a prostitúció megjelenése mondjuk ott a Komlói úton, ami egy ott élőket nagyon zavaró dolog. Ezek ellen fel kell lépni, ezeket le kell törni, ezek ellen minden eszközzel küzdeni kell, mert akkor fogják a polgárok magukat biztonságban érezni, ezek a jelenségek nincsenek körülöttük, de vannak más példák is. Tehát én mindig azt mondom a kapitány úrnak, hogy összességében elégedett vagyok. Páva Zsolt azt mondja, elégedett azzal is, hogy együttműködnek a rendőrök, tűzoltók és a polgárőrök. Ez erősíti a pécsiek biztonságérzetét. A beszámolókat egyébként nagy többséggel elfogadta a közgyűlés. Közeleg a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának határideje. Május 20-a az adó megfizetésének és az 1+1%-ról való rendelkezés dátuma is. A benyújtás előtt azonban több dologra is figyelniük kell az adózóknak. Online már kiküldte az adóhatóság a személyi jövedelemadó bevallás tervezetét. Aki postai úton kérte, annak április végéig kézbesítik. Azok az adózók, akik úgy gondolják, hogy a bevallási tervezet adatai megfelelőek, és nem kívánják módosítani, nekik semmilyen teendőjük nincsen, a tervezetük május 20-án automatikusan bevallássá válik, kivéve az egyéni vállalkozókat, őstermelőket és áfás magánszemélyeket, hiszen nekik mindenképpen módosítaniuk és jóvá kell hagyniuk az SZIA tervezetüket. A NAV honlapján segítséget is kapnak az adózók a benyújtáshoz. Célszerű használni a nyomtatványkitöltő programot, különösen azoknak, akik ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek, hiszen néhány kattintással könnyedén benyújthatják a személyi jövedelemadó bevallásukat, de azok az adózók is használhatják, akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval, hiszen a programból könnyedén ki lehet nyomtatni a már kitöltött bevallást. Nagyon fontos, hogy ezt mindenképpen írja is alá az adózó, hogyha papír alapon nyújtja be. Május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának, az adó megfizetésének és az 1+1% felajánlásának határideje is. Aki tavaly levont és befizetett adóval rendelkezik, dönthet adója 1+1%-áról.
Ezt két kedvezményezetti kör számára lehet felajánlani. Az egyikbe tartozik a Nemzeti Tehetségprogram és az egyházak, a másikba regisztrált szervezetek és a törvényben meghatározott szervezetek. Már érik a csökői eper. Az enyhetél miatt az idén két héttel korábban pirosodik a gyümölcs, amelyet már el is kezdtek leszedni a helyiek. A fóliasátrak mellett a szabadföldi ültetvényeken is jócskán lesz idén termés. Legalábbis ebben reménykednek a gazdálkodók. Az országszerte híres gyümölcs kilójáért akár 3000 forintot is elkérhetnek. A tervek szerint hamarosan egy 100 millió forintból megvalósuló ipari park is segítheti a termelőket. Az első írést már leszedték a palántákról ebben a fólia sátorban, a másodiknak még legalább egy hét kell, hogy ízletes és piros legyen. A nezdei család már hosszú évtizedek óta termeszt epret csökölyön. Termesztjük Szabadföldön is, bakhátas rendszeren, 7 fólia sátorban eper van. Ebből kettő az, ami érésnek indult. A Szabadföldön ugyan még nem, de a sátrakban már sorban pirosodik az eper. Idén két héttel korábban a megszokottnál, így a piacra is hamarabb kerül, ahol akár 3000 forintot is elkérhetnek kilójáért. Jakab Csongor, Csököly polgármestere azt mondja, a gazdálkodók minden évben megtalálják a számításukat. Nagyon fontos bevételi forrás ez a családoknak. Körülbelül 60 család foglalkozik ezzel a gyümölcsfélével. Valaki teljes munkaidőben csinálja, valaki pedig keresett kiegészítésként termeszti ezt a növényt. Az eper mindig fontos szerepet töltött be a település életében, ezért is szeretnék bővíteni a lehetőségeiket. Somogy megyei önkormányzattal együttműködve 100 millió forintra adtunk be pályázatot egy ipari park létesítésére. Egy régi önkormányzati ingatlant szeretnénk felújítani, és hűtő, tároló és csomagoló helyiségeket szeretnénk létrehozni és megvalósítani. Az ipari park akár már idén ősszel elkészülhet. A cél, hogy minél hatékonyabban, nagyobb hozzáadott értékkel működhessenek a gazdaságok. Idén is meghirdette a Gyűjtsd a kosárlabdát akcióját a PVSK élvonalbeli férfi kosárlabda csapat, amelynek lényege, hogy a legtöbb diákot mozgósító 3 iskola értékes sportszercsomagot nyer. A tavalyi győztes ANK gimnáziuma most még 50 ingyenjegyet kapott. Hazai mérkőzésenként 3-3 kosárlabdát, illetve a szezon végén sportszert is nyerhetnek azok az iskolák, amelyek a legtöbb diákot viszik a PVSK Veolia férfi élvonalbeli kosárlabda csapat hazai mérkőzéseire. A játékba bármelyik pécsi általános vagy középiskola benevezhetett. Mindezt ráadásul ingyen, hiszen sem a nevezésért, sem pedig a meccs belépőért nem kell fizetniük a játékban résztvevőknek. Tavaly a pécsi ANK gimnáziumot győzött. Több iskolában már jelen voltunk, nagyon fontos számunkra az iskola, itt kezdődik szerintem a kosárlabdának az alapja, hogy az iskolai gyerekek később a felnőtt csapathoz érjenek. Nekünk nagyon fontos a kezdeményezés, mivel a csapatunk 5. helyen végzett most az alapszakaszban, ezért szeretnénk az iskolából még több gyermeket kimozdítani. A tavalyi győztes pécsi ANK gimnáziuma most még 50 ingyenjegyet kapott. A belépőket a csapat hátralévő hazai meccseinek bármelyikén felhasználhatja az intézmény. A maga a sporták szeretete is fontos. Nagyon sok diák ugyan csak hobbi szinten űzi a kosárlabdát, de most, hogy ilyen felsőházba jutott ugye a csapat, így még jobban szurkolnak nekik, és örülnek annak, hogy részesei lehetnek a mérkőzéseken. És ugye eddig meg kellett venni a belépőjegyet, és mivel van ez a program, ezáltal ingyen eljutatnak a mérkőzésekre. Akár csak a tavalyi szezon végén, idén is az összesítésben első helyen végző iskola 200 ezer, a második 75 ezer, a harmadik pedig 50 ezer forint értékű sportszert nyer. Végül mutatjuk újra a legfontosabbakat. Húsvét. Népszokásokkal ünnepelték Krisztus feltámadását Tolna megye szerte. Halálos baleset. Egy férfi halt meg Nagydorog közelében húsvét hétfőn. Ellenőrzés és ajándék. Csoki nyuszit kaptak a rendőrségtől az autósok. Gyűjtés. Helyi rászorulóknak segítettek Paks 2 dolgozói. Tolna megyében szerdára visszamelegszik a levegő, és visszatér a napsütés, de a délutáni gomoly felhőképződésből szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Élénk erős déli szél fúj. Éjszaka fokozatosan megszűnnek a záporok.
Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Viszontlátásra!